Fanándor saját készítésű hajójával, a Spirit of Hungary-vel 2016-ban, vagyis 63 évesen harmadszor indult el a Vendée Globe egyszemélyes non-stop földkerülő vitorlás versenyen. A mezőny legidősebb versenyzőjeként 93 nap 22 óra 52 perces idővel a 8. helyen ért célba. Fanándor balatonfüredi előadása kapcsán arról is szót ejtett, hogy a franciák vajon miért szereztek vezető szerepet a vitorlássportban, és vajon mitől alakulnak ki a nagy vitorlásbázisok. Most két helyre koncentrálódik a világ vitorlázó társadalma, és mind a kettő francia, mind a kettő Bretagne. Az egyik Lorient, a másik Port-la-Forêt. És az egyik csapat az itt, a másik csapat ott, és ott folyamatosan küzdik egymást. Tehát ezekbe a csapatokba bekerülni kívülről nem nagyon lehet. Nekem ezek barátaim, ezek az emberek, mégsem lehet a lépést tartani velük innét például. Hogyha én velük akarnék érdemben versenyezni, mint ahogy már nem akarok, ahhoz oda kell költözni közéjük. Én régen köztük éltem 97-ig, de aztán úgy döntöttem, hogy hazajövök, és itthon élem az életemet. Ez egy szárazföldi, normális élet, és akkor magyar vállalkozóként élni tovább. Azzal egyben el is zártam azt a világot, azt a lehetőséget, mást kezdtem el csinálni, és úgy nekem az, hogy hazajöjjek, és itthon magyarként éljek, többet ért, mint hogy ott maradjak, és az IMOCA világában magasabb szintre fejlesszem magam. Azt nagyon elképzelhetetlen, hogy itt a Balaton partján és a tornaórák keretében optimisteken a gyerekeket kivigyék a vízre, és legyen egy víz ismeretük és víz szeretetük? Hát ugye ez itt mennyire elképzelhető, mennyire nem, azt én nem tudom megítélni. Ez azon múlik, hogy az itteni emberek mit akarnak. Az itteni pedagógusok, az itteni tanrend, az itteni városvezetők mit akarnak. A Franciaországban, ott kint Vendée-ban, vagy Bretagne-ban, Szabdolomban, ott kötelező tananyag a vitorlázás, és az óceánon vitorláznak optimisttel a gyerekek. 6-8 éves gyerekeket már kivisznek az óceánra optimistben. És aztán nőnek föl, és ezek a 10 éves, 11-12 éves gyerekek mindent tudnak. És úgy képzelje el, hogy a Vendée Globe tananyag. A Vendée Globe tananyag. Minden egyes gyerek kötelezően választ magának egy skippert. És attól kezdve köteles követni annak a pályáját, a navigációját, az eseményeit, és arról ír jelentést, arról felel. Én vagyok a Fanándi, és akkor most azt csináltam, hogy, és ezt azért csináltam, mert az időjárás, a ciklon, a transition zóna hogy alakul. És erről a gyerekek általános iskola alsóban házi feladatokat írnak. És ezt imádattal csinálják. Én nem egy iskolába tartottam élménybeszámolót ott, és ezek a gyerekek ezt imádják, ebben nőnek föl. És ennek a bűvületében nőnek föl. Szóval ott, amíg nálunk van 100-200 profi vitorlázó, pályavitorlázó, addig ott van néhány 100 000 pályavitorlázó, és néhány 10 000 óceánversenyző. És abból válogatnak, abból merítenek, ami mögött ott áll egy hatalmas hajósipar, ott áll mögöttük egy hajós kultúra, ott áll mögöttük egy versenyzői kultúra, és egy irdatlanul erős szponzori háttér. Amilyen erős a médiája ennek a világnak, olyan erős a szponzoráció. Mert hát mindenki tapadni akar mellé. És hát ott egy, az enyémnek a hatszoros a költségvetés, ez egy normális dolog. És abból többet lehet csinálni. Ott egy szóló teljesítmény mögött ott áll egy 40-50 fős csapat. Az összes infrastruktúrával, az összes szaktudással. Ott áll mögöttük az összes tervezőiroda, az összes hajóépítő cég. Ott nem kis műhelyek vannak, hanem óriási műhelyek vannak. Ott mindent tudnak a technológiáról, a haladásról. Az, ami a világban megjelenik, az minden ott születik meg. És ezek között ott élni, ez egyszer régen úgy fogalmaztam, hogy La Rochelle-ben leülök egy kocsmába, az biztos, hogy jobbról egy tervező, balról egy vitorlázó ül mellettem, és átvitatkoznak rajtam, és hallom, hogy mit beszélnek a legmodernebb fejlesztésekről. Ott nem lehet nem tudni. Itt meg nem lehet tudni. Óriási a különbség. Szóval ezt áthidalni csak hősiességgel, áldozatvállalással, rohadt sok munkával egy bizonyos szintig lehet, aztán ott elér, véget ér a tudomány.
följebb nem lehet jutni. Miért választotta a szólóvitorlázást? Ezért ez egy elég magányos műfaj, és nagyon sok fegyelmet kíván. Fegyelmezett ember? Én nagyon. Én nem biztos, hogy mindenki látja rajtam, de én minden értelemben fegyelmezett ember vagyok. Én ha valamit megfogok és odébb teszem, az is fegyelmezett. A mozdulati fegyelem, a gondolati fegyelem, a minden értelemben vett fegyelem az nekem alap. De ezt a világot nem is lehet másképp élni. Már nem élnék, ha nem ilyen lennék. Hogy miért szóló? Én imádtam az egyedüli vitorlázást akkor is, amikor Findingibe versenyeztem. Később a szóló óceáni versenyzés rettenetesen megfogott. Nekem az egyedüllét nem azonos a magánnyal. Az egyedüllét az egy nagyon gazdag egyedüllét. Önmagam vagyok, de az egy gazdagságot jelent, ha nem vagyok sivár lélek. És én nem vagyok az. Én nagyon jól érzem magam a társaságába. Vágytam a csapatvitorlázásra, próbáltam néhány olyan szindikátust gründolni, egy Volvo-son versenyre, más legénységgel futó versenyekre, mindig megfeneklettem. Valahogy a legvégére, mire oda kellett tenni magát mindenkinek, addigra elfogytak mellőlem a lelkek. És rendkívül jó vitorlázók vannak a Balatonon, de a balatoni vitorlázó kultúra az nagyon más, mint az óceáni vitorlázó kultúra. Emberileg, szakmailag egyaránt. Nálunk az olimpiai vitorlázás, a pályavitorlázás az nagyon magas szintű, világszínvonalú, de az a fajta offshore vitorlázás, amit én csináltam, az meg nem. Azt néhányan kapirgálják alacsony szinten. De ez jön az adottságainkból, jön a létszámunkból, a gazdasági erőnkből, a kultúránkból. Ezen nincs mit csodálkozni. Itt inkább az az érdekes, hogy én ebből kiléptem, és azt csináltam, mert ezt vágytam nagyon csinálni, aztán ebben a körben éltem, és én egy nagyon szerencsés időszakban csatlakoztam be a 60 lábas hajók világába, mert az én tudásom együtt fejlődött az osztály fejlődésével. Tehát a kezdet-kezdetén szálltam be, és együtt nőttem velük. Még akkor is nőttem velük, amikor én már itthon éltem, mert azért figyeltem, meg a barátaim ott vannak, és rendszeresen kint vagyok. Úgyhogy nekem ez a második énem, a második lényem, a második otthonom, az ott van kint az óceánon. Mi az, amire megtanította ez az 5 földkerülő út? Leginkább önmagamra. Az emberek nagy része nem tudja önmagára, hogy kicsoda. Nem tudja, hogy miért van a világon, nem tudja, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, ki vagyok én, miért vagyok. Én se tudom, jelentem, ez nem nagy képűségből mondom ezt, de talán többet tudok, mert 20 éve keresgélem a válaszokat a kérdéseimre, és nagyon sok választ megtaláltam, még ha ezek kompromisszumos válaszok is, még ha a saját szellemi képességeinkbe bezárva is keressük a válaszokat, nem végtelen az emberi képesség. Tehát amit mi megtudhatunk, az egy korlátolt mennyiségű tudás, mi bizonyos dimenziókat érzékelünk, értünk a világból, feltehetőleg sok egyebet meg nem. De hát ezen belül is, ez egy irdatlan tudástapasztalat halmaz, én próbáltam a legtöbbet magam számára fölfedezni, megérteni, és te jutottam valahova. Ez, ahova eljutottam, ez nem sok, de engem segít jobban, könnyebben élni. Én kiegyensúlyozottabban élek ma, mint sok más honfitársam, mert én úgy éltem, ahogy szerettem volna, azt teljesítettem, amit szerettem volna, és ma elégedett vagyok. Úgy tudom, hogy sokat olvas a vízen. Miket olvasott? Mindenhol sokat olvasok, nem csak vízen, de ott is. Nekem két kedvenc területem van, a történelem és a filozófia. Nagyon sok helyen ez egybefolyik, a történelem a filozófiával. Hogyha a Platont olvassa az ember, a Homéroszt olvassa az ember, az ókori filozófusokat, történetírókat, a Plutarkoszt, abból elképesztő módon kikerekedik egy világ, egy kultúra. Ha Homéroszt olvasom, kiderül számomra, hogy mi az ember. Hogy mire képes, mit képes alkotni, teremteni, és milyen érvek mentén képes azt egy mozdulattal elpusztítani. Ez ma sem változott semmit. Ma is ez van, hogy fantasztikus az emberi elme, egy nagyon-nagyon pici szegmens az emberiségnek alkot, kutat, halad előre, a többség meg
jó esetben nem pusztít. Maradjunk ennél. És élünk abból a szűk mesdjéből, az egész 7 milliárdos társadalom, amit ez a szűk emberréteg kikutat, fölfejleszt. Ha sokat olvasok, a mai napig is érdekel a mai filozófia is, bár ezeket már nagyon kritikusan olvasom. Elég tisztán látom az emberiség útját, merre halad, de nem tudom, mi jön ki belőle. De izgalmas. Nagyon is izgalmas. Vannak még grandiózus tervei? Nincsenek grandiózus terveim, de a kicsi tervek is nagyon fontos tervek. A évtizedekig mások segítettek engem, hogy az én álmaim megvalósuljanak. Én most kifejezetten tudatosan úgy élek, hogy próbálok másokat segíteni, hogy az álmaik megvalósuljanak. Engem szolgáltak, most én szolgálok. Szolgálom a családomat, szolgálom a barátaimat, akik erre felkérnek, segítem őket. És nekem ez legalább ekkora érték, mint amikor én csináltam valamit, és engem segített mindenki.